Hétfőn délelőtt a Városháza előtt demonstráltak a stíl alkalmazottai. A szónok a munkavállalók kifizetését és a cég helyzetének rendezését sürgette. A dolgozók képviselőitől a petíciót Puskás Tivadar polgármester vette át, aki arról beszélt, hogy a város kisebbségi tulajdonosként lehetőségei szerint mindent megtesz a vállalat megmentéséért. Az önkormányzat legutóbb is 50 millió forintot ajánlott fel a bérek kifizetésére, amelyet azonban a cég több tulajdonosai elutasítottak. A polgármester szerint alig ha véletlen, hogy mindez a választási időszakban történt. Kifejtette, a többségi tulajdonosok eddig egyetlen fillért sem tettek hozzá stíl működéséhez, ezért fel kell készülni arra is, hogy végképp magára hagyják a céget. A város ezért megnyitotta a stíl károsultak irodáját, ahol információkkal és szükség esetén állásajánlatokkal segítik a dolgozókat.